Műsorunk vendége dr. Herbut Elvira, gyermekgyógyász. Jó napot kívánok! Jó napot. És hát ugye nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is ebben a jelenlegi helyzetben nagyon fontos az immunerősítés, tehát akkor kezdjük a beszélgetést talán ezzel a témakörrel, hogy tulajdonképpen ez mit is jelent? Hát az immunitás az egy komplex felelet, egy komplex mechanizmus felelet a szervezetünknek, egy ágensnek a behatoló hatására. Lehet specifikus, meg lehet nem specifikus. A nem specifikus az azt jelenti, hogy nem csak egy ágensre reagál, hanem akármilyen mikroorganizmus akar bejutni, szervezetünk mindjárt reagál. A specifikus az még csak meghatározott baktérium, vírusra vagy gombára fog reagálni. A nem specifikus mechanizmus az lehet külső és belső. A külső az mondjuk rá a bőrnek az intaktása, szóval olyan, hogy a bőr kell, hogy a felülete ne legyen ugye sérülésünk, akkor már, hogyha sérülés, akkor mindjárt keletkezik egy seb, ugye, amire a szervezetünk mindjárt úgy reagál, hogy fertőzésre fehér vérsejteket angazsál és reagál. Vagy lehet a légzőszervünk ugyanúgy a külső, ide tartozik, a külső légzőszerveknek a nyálkahártyának a termelése, ugyanúgy a bélrendszerünknek a nyálkahártya rendszerése és a húgyúti rendszerünknek a nyálkahártya rendszere szintén termel ilyen ellensejteket. Ezek voltak a külsők, a belsők, mondjuk ramagadtást, hőmérséklet is már egy ellenálló képesség az ágensek kapcsolatban. Az oxigén, a sejtünkben a interferonok, amik reagálnak a vírusokkal, makrofagociták, mikrofagociták, amik bekebelezik az ágenst, ami jön, és akkor átdolgozzák, kidobják a sejt felszínére, és a sejt felszínére az ágens, amivel majd a specifikus ágens találkozik és megismeri. Akkor ide tartozik a mi különböző szokásaink, a genetikánk, a komplementek, azok a kis fehér vérsejtek, amik máj termel, ami 9 kis fehérjéből áll, és ami mindjárt reagál, hogyha szintén akármilyen ágens bejön, és fölismeri, hogy probléma van, nem a mi szervezetünkről van szó. Ezek voltak, ezek a nem specifikusak. A specifikusak azok meg a humorális, vagyis a vérben lévő ellensejtek, a fehér vérsejtek, ugye meg az ő szétoszlás, ott rengeteg fajta van. És van a celluláris, azok a T-limfociták, amelyek több fajta van, és amik ugyanúgy reagálnak az ágensre, attól függ, mondom, hogy mi. Az immunitásunk az egy komplex reakció, amit mondtam, ami lehet túlérzékeny is, olyan értelemben, hogyha immunodeficiens betegségekről beszélünk, amikor egyáltalán nem öröklünk ellenálló képességet, van, amikor túlérzékenyen reagálunk, és van, amikor ilyen allergiaként reakció keletkeznek, mondjuk rá immunoglobulin E, az a szokott ilyen aszmásoknál reagálni, az is egy túlreagáló reakció. És van autoimmun reakció, az mikor saját szervezetünket ismeri föl, mint egy nem testünk részét, és akkor arra reagál. Az immunitás azt szoktuk, lehet örökölni is, meg lehet ugye idővel szerezni. Ugyanígy lehet aktív, és lehet passzív lesz, szóval vakcinával visszük be, vagy szérumként kaphassuk, vagy ha örököljük, ott átkapjuk anyaméhen köröztül, vagy pedig szérumként kaphassuk. Ez egy ilyen alap az immunitásra. Mit tehetünk a szervezetünk ellenálló képességének a növelése érdekében? Hát annyi, hogy antioxidánsokat kell bevinni. Az antioxidánsok azok egy ilyen kis molekulák, ilyen anyagok, amik oxidatív reakciókba vesznek részt. Az oxidatív reakciók meg azt jelenti, hogy elektron átvitel oxidatív szerről egy valamilyen molekulára vagy sejtre, és ők ezt gátolják. Szóval ők faktikusan főveszik azt az elektront, mert különben ilyen oxidatív stresszek keletkeznek, ami megindít egy ilyen láncreakciót, és akkor az meg a sejtet tönkre teszi nekünk. És akkor mit kell csinálni? Ilyen antioxidánsot kell bevinni, ami gátolja az ilyen láncreakciót, ami megindítja, hogy tönkretegye a sejtünket. Ez egy példa, egy almát félbevágunk,
és elkezd barnulni, ugye egy fél percen belül. Mit csinálunk? Teszünk rá citromlét. Citromléve nem fog barnulni, ugye? Ugyanúgy a vas, és hogyha korrózió elleni, rozsda elleni szerrel bekenjük, akkor nem fog rozsdásodni. Az is egy oxidatív reakció. Szóval, ha antioxidánst viszünk be, akkor az megvédi a sejtünket, hogy ne következzen be ilyen dolog, hogy a sejtet tönkre teszi. Antioxidánsok, mondjuk rá az A-vitamin, a C-vitamin, az E-vitamin, a koenzim, Q10-es, a glutatión, még rengeteg még ilyen vitaminok vannak, amiket fontos bevinni most táplálékszerűen, vagy szupplementsként, szóval mint plusz hozzáadott szer, az most attól függ, hogy ki mivel foglalkozik, sportolóknak több kell szupplementből, azt be kell, hogy vigyék, ételen nem elég bevinni néha, mert sajnos a növényekben is már nagyon kevés a minerális anyag, szóval ezek a nyomelemek, amik már gyönge a föld minősége, a levegő, és akkor ezzel egyáltalán már a gyümölcs magában is szegényebb ezekkel az elemekkel. Sokat beszélnek mostanában a védőoltásokról, ugye? Egyrészt nagyon sokan várják, hogy legyen a koronavírus ellen védőoltás, ugyanis talán a jövőben ez jelenthet megoldást a jelenlegi súlyos helyzetre, de ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy ajánlatos felvenni például a szezonális influenza elleni védőoltást, hogy ne gyöngítsük így a szervezetünket, hogyha esetleg még utána ki lesz téve a koronavírus támadásának is, de számos egyéb védőoltás van, például a gyermek esetében, amit ajánlott még kisgyermekkorba felvenni, és ugyanakkor egyre hangosabbak azok is, akik ezeket a védőoltásokat ellenzik, de én így laikusként, hogyha jól értelmezem, akkor a védőoltás az tulajdonképpen igaz, hogy mesterséges, de mégiscsak egy módja annak, hogy a szervezetünk ellenálló képességét növeljük. Hát végül is igen, ellenálló képességét avval a baktériummal vagy vírussal szemben növeljük, szóval felkészíti a testünket, hogyha újból kontaktba lépne avval az igazi vírussal, szóval hogyha volna, akkor ő már felismeri, mert már keletkeztek ezek a specifikus, ami az előbb beszéltem, ellensejték, és felismeri, és mindjárt tud reagálni. Ez az egészben a lényeg a vakcináknál, hogy szervezetünkben mindig legyenek ezek a memória sejtek, amik, hogyha véletlenül is kontaktba lépünk avval a baktériummal, a vírusa mindjárt tudjon reagálni, és akkor nem leszünk betegek újból. Nem leszünk betegek attól a beteg, gondolom attól a vírustól. Amennyire az én ismereteim ugye kiterjednek, úgy tudom, hogy ezek a védőoltások általában elhalt vagy legyengített, de azokra a valódi sejtekre vonatkoznak, tehát az influenza esetében ugye elhalt vagy gyengített sejtekből áll ez a védőoltás, és tulajdonképpen általában nem is mindig maga ez az összetevője jelenti a veszélyt, hanem hogy ezt valamilyen módon ugye konzerválni kell, vagy valami, tehát az összetevője lehet a veszélyes, vagy mi lehet az a védőoltásban veszélyes? Hát most a konzerváló szerek is, de hát azok már annyira minimálisra vannak véve, hogy nem kéne, hogy problémát okozzanak, hanem az, hogy a testünk tökéletesen egészséges kell, hogy legyen, mert hogyha már beteg, és még beadunk még egy oltást, akkor már a szervezet így is le van gyöngülve, és kap még egy vírust, ami ugye le van gyöngítve, akkor okozhat problémát, hogy végül is magát a vírust, így kapunk egy influenzát, mint ha tényleg átviszelnék azt az egész betegséget, úgyhogy megkaptuk az influenza elleni oltást, és két hét múlva még tényleg influenzások lettünk. Ez a veszély fönnállhat, hogyha a szervezetünk nagyon le van gyöngülve. Ezért fontos, hogy szervezetünk egészséges legyen, és hogy jó előkészítve arra a vakcinára, hogy mikor felveszi, úgy tudjon reagálni, hogy mindjárt azokat a specifikus ellensejteket tudja termelni, és akkor meg leszünk védve, amikor tényleg kontaktban leszünk az influenzával. Azt hiszem, hogy már gyermekkorban, illetve születésünktől kezdve megkezdődik az úgynevezett ellenálló képességünknek a kialakulása, és hát itt is van egy paradoxon, ugyanis az utóbbi időben főleg, de egyébként mindig azt mondták, hogy ügyelni kell a higiéniára, hogy kezet kell mosni, stb. De volt egy olyan régi felfogás is, hogy nem árt, hogyha kitesszük egy kicsit a szervezetet, tehát nem kell azért éppen mindentől olyan nagyon óvni a gyereket, vagy hogy hermetikus környezetbe elhelyezni, mert akkor viszont éppen az lesz a gond, hogy nem alakul ki ez a védekező mechanizmus.
Hát igen, van ebben is igazság. A gyerek, mikor megszületik, csecsemőkorban nincs neki nagyon nagy immunitás, amit az anyukától kap tejen keresztül, meg placentán, amint kapott, vagyis méhlepényen keresztül, de az nagyon minimális. Szóval ezért is van, hogy a gyerekek mindig sűrűbben betegek, mint egy felnőtt ember, mert még nem találkozik nagyon sok vírussal, nem keletkeznek ezek a specifikus ellensejtek, amik tudnak harcolni. Addig néha van az, hogy két hetente hozzák a gyerekeket. És amikor ilyen közösségben vannak, akkor megcserélik, ahogy mondanám, a vírusokat, baktériumokat, és aztán az kialakul nekik, megerősödik az immunitás idővel, és akkor kapnak egy ilyen stabil immunitást. Hát kézmosás, azt kell tanítani, mert azért vannak dolgok, amiket lehet jobb volna nem megkapni életünkben, az pedig különösen az ilyen piszkos kézzel átvívő betegségek, a hasmenés, hányásos betegségek, amik mondjuk rá most épp elég sok van Topolyán. Úgyhogy vannak dolgok, amiket azért lehet, hogy jobb volna életünkben nem megkapni. Azt megtanulni, hogy mondjuk elfordítani az arcunkat, hogyha tüsszentünk, meg kezdünk el odarakni. Ezek ilyen alapszabályok, amiket a gyerek magával kell, hogy hozzon a családból, meg a kollektívumban is meg kell, hogy tanítsák őket, hogy egy valami viselkedési forma. Azt, hogy természetesen inkább kint játszanak, mint hogy bent csak kompizzanak, mert abban nem fognak nagy ellenálló képességet kapni. Hanem legfeljebb a számítógépes vírusok ellen, ugye? Ja, aktív sport, valami sportra bérni a gyerekeket, külön ilyen téli hónapokban nagyon ajánlanám a plusz még C-vitamin, adagolás, D-vitamint, mert nincs nap, E-vitamint, cinket, szelént, most ez nagyon fontos hónap, most különösen az ilyen állapot vége, és a sportolás, amivel nagyon is szépen emeljük az antioxidáns védőmechanizmusunkat, amivel védekezünk ugyanúgy az időseknél a koronáris betegségek ellen, a gyerekeknél pedig emeljük az immunitást, mert a C-vitamin, amit meséltem ezt az almát, nagyon fontos, hogy bevonja és hogy elvonja ezeket a szabad gyököket, megkösse, és hogy ne bírjanak hatni a mi sejtünkre, ne tegyék tönkre a sejtjeinket. És ezek olyan dolgok, hogy sok gyümölcset hogy eszünk, de hát nem lehet kilókra enni a mandarint és a narancsot sem, mert abban meg nagyon sok cukor van. Akkor abban meg sok cukort, ha beviszünk, akkor még a szízoláshoz vezet. Ugyanúgy nem szabad kötni a fehérjét a szénhidrátokkal, hogy nem, mint az a régi jó szokás, hogy jó, beebédültünk, utána még egy kis kalácsot, nem készkült, ugye az idősebben. Na, egy sört, ugye? Sört, igen, na és akkor még lefekszünk egy jót aludni, és akkor hú, nem is tudom, hogy mitől híz. Hát megvan ez, ugye? Megvan az, hogy nagyon kellene figyelnünk a testünket, szóval mozogni, vérkeringésünket serkenteni, gyerekeket beadni valamilyen sportra, ki amirenek van affinitása, szóval nem muszáj mindenkinek ugyanarra menni. És szülőknek példaképpen legyenek, mert nem vagyunk példakép, nagyon könnyű mondani ott a fotelból ülve, na gyerekem, te most elmész, vagy elviszlek, én visszajövök, és akkor tovább dohányzok, ülök, és tévézek, meg lehet azt is, mint csinálni, ugye dohányzáson kívül, de úgyhogy sportolj, még mindennapi mozgásunk meg kell, hogy legyen, mert az embernek szüksége van mozgásra. Gyorsabb a vérkeringés, gyorsabban szétviszi ezeket az oxigént, meg az összes anyagot, úgyhogy nagyon fontos, hogy minden szétosszunk a napunk minden részébe, hogyha mindahogy, mikor fölkelünk, eszünk, ugyanúgy legyen, hogy az egy szokás kell, hogy váljon, és hogy fontos, hogy a szervezetünknek az egészség az első helyen legyen, hogy ne azon gondolkozunk csak az egészségről, mikor betegek vagyunk, hanem akkor, mikor egészségesek vagyunk, hogy azt tartsuk azon a nivón, hogy mindig egészségesek akarunk lenni. Ahhoz pedig meghatározott étkezési rendszer kell, hogy legyen, és vitaminok bevitele. Inkább a mozgás szegény életmód a jellemző mostanában, de ugyanakkor van ennek felső határa is, tehát azért a testmozgást, a testedzést sem szabad túlzásba vinni? Hát van az is, amikor az ember kifárad, de hát azt a szervezet, ha tudja, hogyha minden nap mindig edz az ember, akkor az a határ az mindig emelkedik. Az mindig emelkedik, amikor az élsportolóknál az néha tényleg már túl van forszírozod, de ott már akkor külön orvosok, akik figyelik az egészségét, és akkor valószínűleg, hogy megvan, hogy mikor állítsák le. Hát most Topolyán nem tudom, hogy annyira túlforszírozva vannak-e, hogyha úgy érzi valaki, hogy kifárad, akkor tényleg legjobb, hogyha megáll, vagy egy nap szünetet hagy,
és akkor kipiheni magát, és folytatja tovább. De hát inkább az a másik probléma van, hogy inkább nem edzenek, mint edzenek az embere, hogy több az elhízott ember, mint az olyan, aki tartsa a súlyát azért, mert túl sokat edz. Megtörténik, hogy a családban ugye mégiscsak megfertőződik valaki. Ilyenkor mi a teendő? Tehát a többi családtag az próbálja meg hermetikusan elzárni magát tőle, vagy mégiscsak kell ápolni esetleg? Tehát ilyenkor igen. Mi a teendő? Hát a lényeg az, hogy minimálisra csökkenteni a kontaktot. Minimális az azt jelenti, hogy lehetetlenség, hogy totál elzárgózni nem lehet. Az a fontos, hogy akkor én azt csinálom, hogy a család többi tagot nagyon-nagyon magas dózisú vitaminokkal, szupplementekkel adagolom, szóval adom még a gyerekektől, felnőtteket, és sokszor volt, hogy akik tényleg covidosok voltak, és a családtagjuk nem kapták át. És de tényleg úgy szóltam is nekik, hogy miket, telefonon köröztük természetesen, hogy mit szedjenek, még tanácsokat adtam, és egyelőre sikerült, hogy nem is kapták át, és ami nagyon fontos, mondom, nagyon magas dózis, C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, koenzim, Q10, magnézium, cink, szelén, és még ez mellett én még sok minden más is szedek, hogy ez mind kikerüljem, hogy ne kapjam el, mondjuk erre ugyanezt ajánlom másoknak is, és ez mellett a mozgás, aktív mozgást. Maga ez a koronavírus tehát még az orvostudomány számára, illetve hát a szakemberek számára is újdonságot jelent, és hát ugyanakkor tudjuk azt, hogy vannak olyan esetek, akik végül sajnos, de áldozatul esnek ennek igen. A betegségnek, viszont állítólag vannak olyanok is, akik tünetmentesen átvészelik, tehát igen. Valójában nem is tudják, ez tényleg így van? Igen, van olyan is, hát akinek valószínűleg hogy elég erős az immunitása, hogy csendesen ledolgozza belül, és az immunitás az leharcol, nem is tudja még sose, hogy. És ezekből van a legtöbb. És akkor ez főleg azokra érvényes, akik egészséges egyének, akik egészségesen táplálkoznak, mozognak, relatív fiatalok, és akkor észre sem veszik, hogy voltak, és akkor csak megcsinálják az ellentestet, vagy kórházban voltak már gyerekek, mikor elmentek valami műtétre, és megmondják, megcsinálták, volt koronavírus, és nem is emlékszik, hogy volt. Úgyhogy hát ez a legjobb, hogyha valakinek így sikerül, hogy tünetmentesen átviszi. Na most csak az fönnáll a veszély, hogy az idősebbeket vagy olyanokat befertőz, akiknek az ellenálló képességük gyönge, vagy abban a pillanatban gyönge, ami átlagban lehet, hogy ő jó is, csak abban a pillanatban gyönge. Akkor azért kell vigyázni, azért van ez a nagy, hogy vigyázzuk azokat, akik gyengébbek. Régebben mondták azt, hogyha az ember eltüsszenti magát, vagy hogyha egyik este esetleg van egy enyhe kis hőemelkedése, akkor nem kell okvetlenül azonnal az orvoshoz szaladni. Most konkrétan a koronavírus esetében ugye, ha az arra jellemző tüneteket észleljük magunkon, akkor hol van az a határ, tehát egyik este egy picit lázas vagyok, vagy köhintek egyet, másnap már jól érzem magam, akkor még tényleg nem kell orvoshoz fordulni, vagy melyik az a minimális tünet együttes, amikor már ajánlott elmenni az úgynevezett COVID rendelőbe, ugye? Hát igen, mondjuk rá a gyerekeknél, ha van, szóval a gyerekeknél ilyenkor a szezon betegségre most nehéz megtudni, hogy most COVID vagy nem COVID. Ha csak így kis láz volt, szubfebrilis, szóval egy pici kis láz, még tüsszent, attól még nem kell szaladni orvoshoz. Tessék egy kis lázcsillapítót adni, még hogyha nem magas a láz, még az se kell. Sok folyadékot adni, C-vitamint, több vitamint adni neki, orrcsöppet adni, torkára adni ilyen, vagy szopogatós tablettákat, vagy befújni nekik, attól függ ki, mit szeret, és megvárni egy-két napig. Ha ez nem megy léjjel, olyan értelemben, hogy nem kezd a gyerek panaszkodni, hogy fáj a torka, meg köhög, meg nehezen lélegzik, akkor szükségtelen. Ott elég, hogyha otthon marad, izolálják a gyereket, nem küldik iskolába vagy óvodába, és maradjon otthon egy hétig, és akkor meglátja a szülő maga is, hogy milyen irányba halad. Ha jó irányba halad, és nem lesz több semmi, akkor lehet, hogy valószínűleg hogy csak egy egyszerű kis megfázás volt, amit átkapott a másik gyerektől, amire van joga ebben az időszakban átkapni is. Amik a felnőtteknél is, ugyanígy, hogyha csak így kezdődik, otthon kell maradni, nem kell kontaktálni senkivel. Na most az a probléma, hogyha elkezd már torok fájni, meg már szaglás érzés is, már az átlagban harmadik, negyedik nap szokott, elkezdenek nagyon köhögni, fulladnak, és nem kapnak levegőt. Na, akkor érdemes megnézni. De hogyha már ilyen tünetek vannak, akkor kell a COVID-ba jelentkezni.
Az pedig, hogyha egy pici láz, még akkor tessék otthon maradni és kurálni. Magukat nem kell mindjárt, mert inkább azok jelentkeznek, akinek vannak tényleg sürgős, még komolyabb tünetei, hogy a köhögés, a mellkasi szorítás, nem érzik jól, nagyon gyöngék, akkor azoknak érdemes, hogy jelentkezzenek. Már csak az éget, akkor szólnak a többieknek is, a munkatársaknak, hogy tessék odafigyelni, hogyha nektek is ilyen jelentkezik, az nem azt jelenti, hogy mindenkinek lesz. Beszélgettünk már az imént a vitaminokról és a különféle ilyen ásványi anyagokról, valamint egyéb ilyen antioxidánsokról és egyebekről. Végezetül még térjünk ki röviden arra, ugye, hogy korábban talán volt egy olyan felfogás, hogy a legjobb mindenből a természetes, tehát a természetes úton bevinni a táplálékkal. Ugyanakkor most egyre gyakrabban ajánlják, ugye, hogy például tabletta formájában akár ilyen multivitaminokat, vagy C-vitamint, A-vitamint, D-vitamint, E-vitamint, tehát ajánlod? Biztonságos bevinni így mesterségesen? Igen, mert... Vagy egyáltalán mesterséges az a vitamin, vagy csak ki van vonva is? Vannak olyanok is, amik mesterségesek, vannak, amik vannak kivonva is. Úgyhogy mindig nézzük, hogyha lehet olyan vitamint bevinni, ami ki van vonva egy természetes gyümölcsből csak. De hát ha nem, akkor még így is jobb bevinni, mint... Nem lehet kilószámra enni gyümölcsöket, hogy most bevigyünk egy 500 mg C-vitamint, akkor ahhoz mennyi mandarint, meg narancsot kell megvinni, mert akkor kiszámoljuk, hogy avval mennyi cukrot beviszünk még, akkor ellensúlyozni kell, ugye, hogy megehetünk valamennyi, de nem kell, mondom, hogy túl sok. Ugyanúgy D-vitamint, hát most D-vitamint nappal, most mennyi nap van? Nem sok nap van. Akkor D-vitamint be kell vinni, szóval tablettánként. E-vitamint is most, hogy mennyit kell bevinni abból, ételből, hogy még bevigyünk. Mondom, mind attól függ, hogy most mit mennyit használunk is el. És sportolónak többet kell. Aki nem sportol, annak kevesebbet kell. Most lehet, hogy annak egy természetes étkezés elég is lesz. Csak azt, hogy mondom, a gyümölcsök is már mennyit tartalmaznak, az most, hogy míg ide kerül az a banán is, vagy a mandarin is, onnan, ahonnan jön, hogy a zölden leszedve, vagy hogy míg jó párszor megpermetezik, hogy mennyire egészséges az is. Ez is most már mind kétséges, mert mennyire egészségesek ezek a gyümölcsök is, amit biók, egyedül az, amit tudjuk, hogy tényleg úgy van termesztve, hogy nincsen semmi adalék hozzátéve, akkor az, arra az igen, az biztos, hogy az első helyen van. Műsorunk vendége volt dr. Herbut Elvira. Kedves doktorné, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide hozzánk, és hogy mindezt elmondta, és hát várjuk majd legközelebb is. Jó, köszönöm a meghívást.